Jobb szél, Gazdag észreveszi, hogy Ugrai ott van a bal oldalon. Most már megérkezik Nagy Gergő második hullámban. Ugrai lövi el, Szappanos. Aki azonnal gurítja ki a labdát Vodnainak. És itt még egyszer nézhetjük Ugrai lövését. Nem akart ő tovább cipelni. Igen, ebből a kameraállásból ez egy tökéletes kameraállás volt. Kiváló operatőri munka. Itt pontosan lehetett érezni, hogy mit akar csinálni Ugrai, hogy a hosszúra akarta eltekerni ezt a labdát, de Szappanos résen volt. Cserél egyet a honvéd is. Kesztyűs Barna fogja folytatni majd a játékot Nagy Gergő helyén, és itt pedig időhúzásért egy sárga Tuivelnek. Ez a csere azt gondolom, hogy már elsősorban a rotációnak szól, és a regenerációnak. Tuivel a sárgáját követően kirúgja a labdát, Vajda fejjel bele, Batik. Elő Gazdag és Ugrai, Vadnai végül, Besirovics segített be neki, Vajda. Szendrei, megint kezezés volt, most elszállott a játékvezető, megy egy kis verbális vita közte és a mezőköves játékos a Vajda között, és Vad 2 figyelmezteti, miközben mi a cserét is nézhetjük, hogy legyen kedves és mellőzze a játékvezetői döntések kommentálását. Jönne már Kesztyűs Nagy Gergő helyére. Uzoma. Óriási lendülettel indul meg. Uzoma még. Gazdagot szökteti. Gazdag gól helyzetben visszateszi a másik lábára. Kipattan. Villár vetődött a labda útjába. Gazdag ezt nagyon szépen csinálta. Jöhet a honvéd. Uzomának hagyják ott a labdát. És még egyszer Gazdag. Fantasztikusan húzta vissza a lábára. És Pillár is jól helyezkedett. Kárnicki pedig el is ment a lövőcserre. Uzoma bedobja. Kesztyűs. Visszapattan hozzá a labda. Uzoma ismét. Kesztyűs. Jurina a földön. Szabadrúgást kap a mezőkövesd. Pillár. Miközben mi a Jurina elleni szabálytalanságot nézhetjük, amit Lovrics követett el. Besirovics közben már Cserit találta meg a pálya jobb oldalán. Vajda mozog a labda felé. Ez így akkor viszont szöglet, mert beleért egy honvéd játékos lába. Negyed óra eltelt a második félidőből, maradt a két gólos honvéd előny, habár a mezőkövesnek azért voltak lehetőségei. Mint ahogy ez is, Jurina előtt pattant föl a labda, és ő már nem tudott olyan magasra ugorni, hogy ezt kapura is irányítsa. Mindez Besirovics szögletét követően. Tuivel ismét. Kárnyicki visszafejelte. Jurina a földön, de azért, mert Batik lerántotta őt. Kárnyicki. Cserit vette észre a pálya közepén. Cseri egymaga indul be középre. Vajda.
kipattanót még be lehet gyűjteni a Farkasnak, bár nagyon vissza kell érte futnia. Farkas tehát, újabb beadás. És ez így nem is volt veszélyes, veszélytelen, Nagy Dániel volt bent középen, elég kalandos úton került hozzá a labda, de feljegyezhetjük, hogy ez nem volt ám egy kis helyzet. Későn kapott észbe. Marco Rossi megint, illetve Tálai András, a mezőkövesd elnöke ott a háttérben. De mezőkövesd polgármestere is itt van a mérkőzésen. Jó patriótához hívem. Azért akár mi is lesz ennek, akár ennek a meccsnek, akár a bajnokságnak a vége, azért azt lássuk be, hogy a mezőkövesd eddig legalábbis nagyon nagy évet futott. Talán még erőn felül is teljesítettek a bajnokságban. Úgyhogy abszolút messze menőkig, csak dicsérni lehet őket. Karnicki. Eladja a labdát, gazdag. Ugrai lépett vissza. Nincsen szabálytalanság. Volt egy kis pókfoci. Batik melleltette maga elé a labdát. Zimzivadze. Pili nagyon szépen olvasta a játékot és vett el tőle a labdát. Kesztyűs, Kamber és Szendrei. Vissza tudja tenni Kesztyűsnek. Batik. Szépen játszik most a honvéd. Kesztyűs. Szappanosnál végül a labda. Karnicki. Vajda. Fut mellette Vadnai a vonalnál. Meg is kapja tőle. Jön a beadás a Vadnainak. Ez túlvelé kell, hogy legyen. Az övé is. Ugrai. Hidi. Szappanos vissza a mezőnybe. Ugrai szelidíti meg a labdát. Akitől persze elveszi Cseri. Zivzivadze. És közben elkezdett esni az eső. Úgyhogy én is itt biztonságba helyezem a kommentátorállást. Aztán lesz, ami lesz. Jurina próbál lefordulni. Elakad a labda Vad2-ben. Természetesen majd a mezőkövesdé lehet a labda. És íme megérkezett a felhőszakadás mezőkövesdre, amit a helyiek oly jól meg is jósoltak a mérkőzést megelőzően. Hidi. Kesztyűs ért a labdához. Ha valaki esetleg most kapcsolódna be a mérkőzés közvetítésébe, egy jó kis lövés, Szappanost majdnem meglepte Mezgráni. Azoknak mondom, hogy a Honvéd az első fél időben már megrúgta maga két gólját, és a mezőköves bár próbálkozik az egyenlítéssel, egyelőre valami kevés sikerrel, bár harapósabban játszanak, mint az első fél időben tették azt. Kesztyűs. Mezgráni nem érte el a labdát, Cseri beemeli egyből előre, ez nem biztos, hogy jó megoldás volt, főleg úgy nem, hogy Batik ott volt. Ugrai sem éri el. Vadnai. Karnicki, majd Besirovics a labda útja. És akkor most próbálkozhatnak a jobb oldalon. Vajda. Most már a mennydörkés is lehet hallani talán. Vadnai.
Pillár mutatja a többieknek, hogy ne aggódjanak, ő ott van bent középen. Nagy, Vadnai az egyedüli megjátszható ember. Cseri vonal mellett volt, és ember is volt rajta. Besirovics. Szép cselek. És most hogyan tovább? Zivzivadze lekínálja, és aztán egy lövés, ami mellé megy. Ellenben szöglettel folytatódhat majd a játék. Sajnos bekövetkezett mindaz, amitől tartottunk, megérkezett a vihar Mezőkövesdre, úgyhogy jelen pillanatban most megszakadt a kapcsolat Mezőkövesddel, és hát azt sem tudjuk majd nyilván, hogy hogyan alakul a folytatás, mert adott esetben, hogyha tényleg annyira extrém lesz az időjárási körülmény, akkor a játékvezető félbeszakíthatja a mérkőzést. Most kapom az információt, hogy ez meg is történt, tehát a játékvezető úgy döntött, hogy a játékosok épsége most fontosabb, úgyhogy egyelőre félbeszakadt a mérkőzés, itt látható, le is vonultak a csapatok. Majd a lehetséges folytatásról is beszélgetünk, de elsőként mindarról, amit itt láttunk a második játék részben. Az elején próbálkozott a Mezőkövesd ismét, voltak is helyzetek, de hát ez az átütő erő még egyelőre hiányzik, vagy hiányzott. Hát az igazi átütő erő még hiányzik, de azért Vajdának a pályára kerülésével azért erőteljesebben fantáziadús lett a Mezőkövesdnek a támadójátéka, azért egy-két lehetőségük is volt. Ugye az Zivzivadze megint azért ott volt, úgy fogalmazzak a szeren, úgyhogy ezért ez a második félidei honvéd egyrésztről nem nyújtja azt az agilis focit, helyenként agilis focit, amit nyújtottak az elsőben, és kezd ébredezni a Mezőkövesd. Hát kérdés, hogy mennyire későn kezdte el, illetve lesz-e lehetősége még ezt befejezni. Ez a kis intermezzo most szerinted kinek kedvezhet? Az előnyben lévő csapatnak, vagy annak, amelyik inkább fut az eredmény után? Én úgy gondolom, hogy ez a Mezőkövesdnek jobban jön, lesz egy nagyobb adag idejük most átbeszélni az eddig történteket az öltözőben. Könnyen lehet, hogy akár egy még erőteljesebb hadrendváltással, vagy még egy-két személyi változással belenyúl Kuttor Attila, ha lesz lehetősége a csapatba. Itt én úgy gondolom, hogy ő nekik talán ez jobban jön. Itt pedig még mindaz, ami az első játék részben történt, a két gól. Ugrai lőtte az elsőt, aztán pedig ő adta a gólpasszt Gazdag Dánielnek, de ha már Ugrainál tartunk, azért itt a folytatásban az ő teljesítménye is eléggé visszaesett. Mi lehet ennek az oka? Talán egy kicsit olyan érzésem van, mintha a Honvéd ezt már így idézőjelesen elkönyvelte volna egy 2-0-ás mérkőzésnek, de egy ilyen kaliberű csapat ellen, mint a Mezőkövesd, ez nem feltétlenül üdvözítő. Picit talán ráültek az eredményre, és az agilitás, vagy az a helyenként szemtelenség, amit a támadó harmadban bemutattak az első fél időben, az itt a másik fél idő tájékán már nem igazán volt meg. Egyelőre tehát most szünetel a mérkőzés, és még azt sem tudjuk, hogy folytatódik-e. Egyébként úgy szól a versenyszabályzat, hogy amennyiben az első fél időben szakadt félbe egy találkozó, akkor mindenképpen újra kell játszani azt a mérkőzést. Viszont, hogyha a második fél időben történik mindez, akkor majd az MLS versenybizottsága dönthet arról, hogy újra játsszák a mérkőzést, vagy az adott eredmény lesz a végeredmény. De hát per pillanat még ott tartunk, hogy a játékvezető úgy is dönthet, hogy ezt a találkozót folytatják. Jelen pillanatban a csapatok tehát bevonultak az öltözőbe, hiszen a játékosok biztonsága a legfontosabb, és azért tényleg annyira extrém időjárási körülmények lettek Mezőkövesden, hogy jelen pillanatban tehát a találkozó nem folytatódhat. A Honvéd viszont kényelmes pozícióban volt ezen a mérkőzésen, és hát nyugodtan mondhatjuk, hogy egyelőre, amit Pisont Istvánék hoztak, az a fajta nyugalom. Nyilván ebben benne volt a Magyar Kupa, a sikeresen megvívott Magyar Kupa döntő is, de az egyelőre elég a Honvédnál, hiszen tényleg a tabellán szóba hoztuk, kényelmes pozícióban vannak, és valahogy ez a könnyedség látszódott ezen a mérkőzésen is rajtuk. A könnyedség az valóban látszódik rajtuk. Én még azt mondtam, hogy ha netalántán megnyerik a Magyar Kupa mérkőzést, akkor egy nagyon-nagyon érdekes szituáció állhat elő. Ugye, akkor egy Pisont István, Dajka László párosnak erőteljes első választása, első joga van a kispadra a jövő szezont illetően. Ez biztos így lesz, úgy érzed? Nem mondanám, hogy biztos így lesz, de
de pláne két ilyen óriás hírnével és kispesti kötődéssel és a szurkolók szeretetével a hátuk mögött nem lennék most úgymond a vezetők helyében. Talán nincs jó döntés ebben a szituációban, de az bizonyos, hogy ez a páros most tesz olyan lépéseket, és most ezzel a mérkőzéssel, akár hogyha ezt lefújják, egy újabb lépést tehetnek afelé, hogy az ő személyükkel kezdődjön a Kispestnek úgymond a névsora, mint szakvezetőket illetően. Ami a játékot illeti a mai mérkőzésen, ugye amit Pisont István elmondott a mérkőzés előtt, hogy lesz bőven mind Uzamának, mind Aligyének feladata a támadásokba belépni, és még inkább több variáció elé állítani a támadó harmadban a csapattársakat. Hát ez annyira nem történt meg az első félidőben, ugye a két gól is úgymond egy nem begyakorolt figurát követően, vagy nem egy tudatosan felépített támadást követően született, és hát az ő oldalukra, az ő részükre nem túlzottan jött be sok beadás, nem igazán látták el a belül érkező játékosokat, amik egyébként másik oldala az érmének, hogy nem is voltak túl sokan, mert hát ugye egyedül Ugrai az, aki ott egyedül ostromolja a kaput, és ő nem is az a tipikus kilences, aki leérkezik a rövidre, vagy a közepére beér, és megfogja a tökéletes érkező pozíciókat, hanem inkább ő csinálja a játékot. Közben pedig azt az információt kaptuk, hogy amennyiben Mezőkövesden a stadionban sikerül a világítást rendbehozni, hiszen jelen pillanatban most az időjárás, az extrém időjárási körülmények miatt a világítás rendszerben is hiba van, akkor azért a játékvezetők szeretnék folytatni a mérkőzést, úgyhogy van esély arra, hogy ez a találkozó még a mai napon befejeződik. Most viszont mi egy kicsit fel tudjuk idézni.